Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit Csehországból, Brünóból. És eljöttünk megnézni, hogy milyen kutyabarát helyek vannak, meg milyen érdekességek vannak itt a városban, meg az országban. És elsőnek ezt a helyet szeretnénk megmutatni, a szállodát, ahova jöttünk, mert ez egy igazi kutyabarát szálloda. Ugye, hogy nagyon szuper? Ja, tök jó. Moránnak adtak ajándékot, meg minden. Úgyhogy nem csak, hogy eljöhettünk kutyával, hanem nagyon örültek is neki, sőt, kapott ajándékot is, és még mutattak egy-két kutyabarát helyet is a környéken, úgyhogy eddig ez a legjobb kutyás élményünk. Megnézzük mindjárt, hogy mik vannak még a városban, amik izgalmasak, érdekesek, és ahová el lehet esetleg vinni kutyát is. Indulás! A little longer than a few minutes later. Meg is érkeztünk a Vida Tudományközpontba, és megnézzük, hogy milyen érdekességek vannak itt. Az interneten utána nézve elég izgalmasnak tűnik. Remélem, hogy izgalmas lesz. Mindjárt bemegyünk, azt meglátjuk. Most jöttem rá, mi történik. Felhőből esik az eső, lemegy oda, megnyitják a gátat, elfolyik a víz, úszik a hajó, és itt meg a franc tudja, mi történik. Bejövünk a forgószobába. Fogalmam sincs, mit kell csinálni. Majd megtudjuk. Mindjárt megtudjuk. Ez ilyen alkoholista élmény volt. Igen, na nem kell ma már inni. Ez is meg volt, elszédültünk. Akkor menjünk tovább. Nem, mert félek, hogy beszarul. Itt kint is vannak dolgok, szabad téren. A few moments later. Azt hiszem, hogy én meg megtaláltam a kedvenc hamburgeresemet. Kipróbáljuk ezt a burgerest akkor este? Persze. Na, akkor tudjuk már, hol fogunk vacsorázni. Later that day. Megrendeltük a kaját, mert hogy még új a hely és csak házhozszállításon vagy helyszíni átvétel, úgyhogy megrendeltük ott az üzlet előtt, mert azt írták, hogy körülbelül egy óra, amíg kihozzák, erre hamarabb ideért a szállodához, mint mi. És most megkóstoljuk, milyen a cseh smash burger. Lesz szerintem a krumpli. Igen, krumpli. Krumpli! Ez meg ilyen... burger! Evés hivász. Kaptunk egy ilyet. Hát akkor most hunjuk be a szemünket, azt úgy falatozzunk. Nagyon jó. Szóval, ha Brünóba jártok,
akkor a Fat Fuck egy jó választás. Itt vagyunk Brno belvárosában. Mindjárt megmutatjuk, mi a helyzet. Later that day. Feljöttünk a milyen várhoz? Veveri, talán így kell kimondani. Veveri várhoz, mert nagyon szép, és nagyon szép innen a kilátás. Mindjárt meg is mutatjuk. Szóval ezt is érdemes megnézni. Egy olyan 20-25 perc autóútra van a várostól. Eljöttünk a Brnói tó mellett. Nagyon szép helyeket láttunk ott is, úgyhogy visszamegyünk, ha nem lesznek ilyen sokan, mert most hétvége van, és tele volt az egész tópart, úgyhogy visszajövünk hétköznap, amikor kevesebben lesznek, de láttunk sok szabadstrandot, mindent. Most viszont nézzük meg a várat, mert a vár már csak minket vár. Úgyhogy be lehet jönni Moránnal, annyi van odaírva a táblára, hogy vezet be, azaz pórázon kell hozni. Úgyhogy ez is egy kutyabarát hely. Csak és kizárólag készpénzzel és helyi pénzzel lehet fizetni. Mit szólsz ehhez, szédes fiam? Oké. És te mit szólsz hozzá, ne haragudj! What? Bár valahol érthető, mert itt fönn van a hegytetőn egy, nem tudom én, nagyon régi épület, aztán nem biztos, hogy itt egyáltalán van internet, de szépnek szép. Ahogy ti is tudjátok, az utazás nem csak a csodás tájakról és az új élményekről szól, hanem az is fontos, hogy biztonságban legyél, és tudd, hogy hogyan előzheted meg, illetve kezelheted a problémás helyzeteket. Hiszen mi lehet fontosabb annál, hogy biztonságban térjünk haza egy-egy kalandunkról? Ezért szeretném nektek bemutatni a Biztonsági Akadémiát, amely egyedülálló utazásbiztonsági és vészhelyzeti felkészítő videókurzusokat kínál nektek. Ha szeretnétek felkészülten útra kelni, és tudni, hogyan védekezhettek a potenciális veszélyek ellen, valamint hogyan kezeljétek azt, ha belecsöppentek egy krízis helyzetbe, legyen ez természeti katasztrófa, vagy ártó szándékú cselekmény, akkor nézzétek meg a Biztonsági Akadémia videókurzusait. Ezek a kurzusok átfogó útmutatást nyújtanak a különböző utazási helyzetek kezeléséhez, hogy minden körülmények között biztonságban lehessen. A videókurzusokat ez alatt a videó alatt található leírásban levő linken keresztül éred el. Látogassatok el a Biztonsági Akadémia YouTube csatornájára is, ahol még több hasznos tartalmat találtok, és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a legfrissebb biztonsági tippekről. Itt éred el a Biztonsági Akadémia csatornáját. Ne lepődj meg, ha a videókurzusban és a Biztonsági Akadémia csatornáján is velem fogsz találkozni. Míg a kalandozó magyarok a hobbimról, azaz az utazásról szól, addig a Biztonsági Akadémia a hivatásomról, vagyis a biztonságról. Amint látod, nálam a kettő szorosan összefügg. Ne feledjétek, az utazás akkor a legjobb, ha élményteli és biztonságos. Köszönöm, hogy velem tartotok, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, ha még nem tettétek meg. Jó utat! És biztonságos kalandokat kívánok mindenkinek. 2 hours later. Vacsoráztunk egy jót Brno központjába, egy helyi étterembe. Kajon nagyon finom volt, ugye? Ja. Yeah. A limonádét azt egy picit túltolták, az olyan édes volt, hogy nem ittuk meg, meg a segünk is összeragadt tőle. What? Tettünk egy nagyon érdekes felfedezést, mert tavaly, amikor Szlovéniában voltunk, ott ittunk limonádét,
ott azon lepődtek meg, hogy nálunk Magyarországon tesznek bele cukrot, mert ott a limonádé az csak citromlé meg víz. Na, itt meg pont a citromlé hiányzott belőle, itt csak szirup volt benne, meg gyümölcsdarabok, de pokoli édes volt. De ezt leszámítva, nagyon jó hangulatú étterem volt, meg a molesztáló darazsakat leszámol, megmolesztáltak minket a legyek meg a darazsak, de nagyon finom volt a kaja. Nézzétek meg a képet! Megtaláltuk a város talán legfurcsább dolgát. Ezt nézzétek! És ez még nem minden. Mindjárt mutatom, mi van a falra írva. The next day. Még egy nagyon jó kis hely és látványosság itt Brunóba. Spielberg vára és a hozzátartozó park. Itt vagyunk most éppen, és megnézzük, hogy milyen látnivalók vannak itt. Tök jó a kilátás! De ezt innen jöttünk fel, ott mentünk el, és ja, most ott vagyunk. Másik érdekes látnivaló a Szent Jakab templom, meg az itt felelhető 50 000 koponya és emberi maradvány. Viszont hát nem jókor jöttünk, mert teljes felújítás alatt van az épület, úgyhogy nem jöttünk be. Nem sajnáljuk. És itt van a méltán híres zöldségpiac! Előttünk kapucinusok kriptájához, úgyhogy most megnézzünk egy pár holtestet. Leültünk egy kicsit kipihenni a kirándulás fáradalmait, a jó társaságban remekül múlik az idő. The next day. És még egy nagyon jó kutyás program, kijönni a Brunói tóhoz, ami tök jó kis hangulatos tó. Olyasmi egy picit, mint a mi nálunk otthon a Velencei tó. Egy ilyen 20 perc autózásra van a várostól, és órázon szabad kutyával is jönni. Kint voltunk itt hétvégén is, de olyan sokan voltak, hogy egyszerűen nem lehetett megállni semmelyik parkolóba, semmelyik partszakaszon. Ugye most visszajöttünk hétköznap, és egy picit felhősebb is az ég, és sokkal-sokkal kevesebben vannak, de még mindig nagyon kellemes az idő. Ahhoz meg végképp jobb, hogy kutyával is kijöjjünk, úgyhogy nincs 35 fok, csak olyan 27-28. És érdekesség, hogy itt is összefutottunk magyarokkal 5 perc után. Úgyhogy sziasztok, magyarok!
ott látod? Aha, ott a sikló. Megvan! A siklóvadász. Ez volt a csehországi kalandunk. Nagyon jól éreztük magunkat, ugye? Uh-huh. Itt van mögöttünk a legjobb kutyás hotel Brnóba. Nagy testű kutyát is befogadnak, és ez az, amit még el szeretnék mondani itt a végére. Remélem nem fúj bele nagyon a szél, hogy mi a booking.com-on találtuk ezt a szálláshelyet, megnéztük a környéken az összeset, és hát az egyik elsődleges szempont az, hogy kutyabarát legyen, de nagyon érdemes a kutyabarát helyeknél is odafigyelni annak, akinek nagy testű kutyája van, hogy az nem mindig jelenti azt, hogy nagy testű kutyákat is fogadnak, ugyan mindig érdemes meg is kérdezni, hogy nem csak befoglalja az ember a szálláshelyet, hanem utána föl tudja venni a kapcsolatot a szálláshelyjel, és meg is kell kérdezni, hogy ha egy ilyen nagy testű kutyája van például valakinek, azzal is lehet-e jönni. Itt 100-150 méterrel lejjebb van ugyanennek a szállodának egyel alacsonyabb kategóriájú szállodája. Ott is ugyanúgy meg lehet szállni kutyával, de mi azért csak a jobb helyre akartunk jönni. Sőt, az utca végén van egy másik szálloda is, az meg ennél egy picivel drágább. Itt az egyik döntési faktor a kutya volt, a másik döntési faktor az, hogy legyenek még olyan szolgáltatások, ami nekünk kell, mondjuk edzőterem, mi egymás. Amiben ez a hely egy picit hiány van, az a parkolóhely. Van itt a szálloda előtt, meg a szálloda mögött is parkolóhely, de írják is, hogy limitált. És hogyha itt nem jut hely, akkor viszont föl szokták ajánlani, hogy itt az olcsóbb szállodájuknál lehet parkolni, vagy itt a szálloda körül az utcába, a fizetős övezetbe lehet parkolni. Mi azt nem akartuk választani, mert nem ismerjük itt a helyi fizetős parkolási rendszert. Sok opció van, sok lehetőség van, mindent ki lehet választani a booking.com-on, és itt meg is szeretném említeni, most elerett az eső, hogy nem azért említjük meg a szállodát, mert bármi kompenzációt kapnánk érte. Az egyetlen kompenzáció, amit kapunk, hogy ha esetleg használjátok a videó alatt a linket a booking.com meglátogatására, akkor az egy ajánlói link, ott kapunk egy minimális kompenzációt, hogyha azon keresztül foglaltok, úgyhogy ha segíteni akartok, és szeretnétek, mutassunk be még több kutyabarát, gyerekbarát és akármilyen szálláshelyet, akkor használjátok a booking.com linket lent a videó alatt. Nagyon-nagyon köszönjük, és most szólok, mert úgy néz ki, hogy jön a vihar, elvisz minket a szél, meg esik az eső, meg zombi apokalipszis is, meg minden. Sziasztok! Iratkozz fel a csatornánkra, és kövesd a kalandjainkat!